A koronavírus miatt sok minden átalakult életünkben. Az oltás életet ment, mondják a szakemberek, de mi lesz azokkal, akik ennek ellenére sem szeretnék felvenni a vakcinát, hiszen november 1-től már a munkahelyeken is megkövetelhetik a védőoltás meglétét. A témában már a kezdetektől segítséget nyújtott az álláskeresőknek a Pécsi Munkaerőkölcsönző cég. Még ki sem kecmeregtünk talán abból az időszakból, amikor egy nagyon rendezetlen, mindannyiunk által emlékezett időszakon vagyunk túl, amikor még a PCR vagy egyéb tesztek között is elveszett az ember, és mi akkor is próbáltunk egy olyan irányt mutatni, mi az, ami elfogadott, és mi az, ami hiteles, hogy az országban elsőként kötöttünk akkor is validált laborral szerződést, és irányt mutatva próbáltunk abban segítséget nyújtani, hogyan lehet megfelelő hiteles teszteken keresztül ugye munkába állni, hogyan lehet ezeket a határon átnyúló szolgáltatásban, a határon átnyúló, átívelő közlekedésben segítséget nyújtani. Fogtuk végig a munkavállalóink kezét, és hát szinte még ezen az élményen túl sem vagyunk, már itt a következő, hiszen egy nagyon komoly oltási időszakon, kampányon vagyunk túl, ahol szintén az emberek, hát hogy mondjam, gondolatai, érzelmei és a tudása hát nagyon elveszik abban, hogy mi a jó és mi nem jó. Tiszteletben kell tartani mindenkinek a véleményét. Vannak, akik ezt az oltást valamilyen okból nem szerették volna, nem akarják fölvenni, az ő véleményüket is tiszteletbe kell tartani, ugyanakkor nekik is tiszteletbe kell tartani azt, hogy a cégek azt mondják, hogy védik a dolgozóikat, fontos számukra az, hogy a termelésben ne legyenek komolyabb fennakadások, és bizony elkezdték előírni azt, törvények adta lehetőségeken keresztül, hogy csak oltott dolgozókkal lehet valamilyen formában a munkát elvégezni. Na most ebben nyilván nekünk azonnal élre kell állni, és támaszt támpontokat kell nyújtani. Mi ebben is igyekeztünk élenjárók lenni, és olyan lehetőségeket szervezni határon innen és túl, hiszen ez is egy a munkánk részeként egy nagyon speciális eset, hogy mondjuk a kint dolgozó, külföldön dolgozó kollégák, akik nagyon rövid időszakra tartózkodnak esetleg csak itthon, hogyan tudják az oltást felvenni, ha mégis így döntenek. Természetesen, még egyszer mondom, ha tiszteletbe tartjuk azt, hogy vannak, akik ezt nem szeretnék megtenni, akkor őnekik is találjunk megfelelő olyan munkát, olyan helyeket, ahol ez még nem előírás, vagy olyan speciális körülmények között tudnak dolgozni, ahol egyébként megfelelően el vannak különítve. Ezek nem könnyűek. Látjuk, a világ ebben az irányba megy, nem tudunk előle kitérni. Nyilván azzal kell úsznunk, azzal az árral, ami van. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos, hogyha mindenkinek fogjuk a kezét, támpontokat nyújtunk. Nekünk nem kell véleményt alkotni arról, hogy ez az oltás megfelelő, nem megfelelő, szükséges vagy sem. Mi egyszerűen azt kell tegyük, hogy ennek a lehetőségét megteremtsük mindenhol, olyan eszközöket, lehetőségeket teremtsünk, hogy a mi dolgozóink egy előnyt élvezzenek ahhoz képest, mint aki információ hiányban, vagy lehetőségek hiányában nem tud ebben dönteni. Megszervezünk mindent, akár külföldön, akár hazai pályán, és gyakorlatilag ma már azt gondolom, hogy Európában szinte mindenhol rendelkezésre áll megfelelő számú többféle oltás. Aki úgy dönt, hogy a munkavégzése érdekében szeretné ezt felvállalni, azt akár itthon, akár külföldön mi a lehető leggyorsabban leszervezzük. Azt gondolom, hogy maga az oltásnak a metodikája és a miértje, az talán nem kérdés, hiszen végigéltünk nagyon száraz és nagyon komoly nehézségeket. Ebben érthetőek a cégek logikája, ezt el kell fogadni, és mondom mellette tiszteletbe kell tartani azokat is, akik úgy döntenek, hogy valamiért ezt nem szeretnék fölvállalni. Mi mindenkinek szeretnénk a kezét fogni ebbe a kérdésbe, mindenkinek szeretnénk irányt mutatni, folyamatos információkat adunk hírlevelek formájában, de kollégáink telefonon, a projektmenedzsereink folyamatos kapcsolattartásban igyekeznek ebben is partnerek lenni. Egy tény, a világ egy picit megváltozott, és ez a változás ez eddig nem volt, tehát gyakorlatilag ezzel együtt kell tudni élni, és nagyon ügyesen kell eszközött meglovagolni a lehetőségeket,
mi mindenkinek a háta mögött ott leszünk, és fogjuk a kezét. A vállalat ügyvezető tulajdonosa hangsúlyozta, hogy bármilyen kérdéssel fordulhatnak a szakértőkhöz az érdeklődők igényeiknek megfelelően.